Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy nemzetközi konferenciát olyan kérdésekbe kell tartani, amelyek komoly problémák, de a megoldása nem egyszerű, vagy azért nem egyszerű, mert komplex megoldást igényel, vagy azért nem egyszerű, mert különböző értékrendek ütköznek, és jobb azt megbeszélni, hogy melyik értékrendnek adunk adott esetben prioritás, melyiknek nem. Ebben a témában, a kiberbűnözés témájában az elmúlt három évben ez a harmadik konferencia. Azt gondolom, hogy azért nem fölösleges, és akkor most szubjektívan hadd előlegezzem már meg a véghangulatot, azért nem felesleges ezt megtartani, mert addig, ameddig az első konferencia az úgy általában a terrorizmusról szólt, és azon belül ennek csak egy eleme volt a kiberbűnözés. A másik bűnözés, a második konferencia már erről szólt, de nem valamennyi aspektusát ragadta meg. És azt gondolom, hogy vannak még olyan kérdések, amelyeket az első két konferencia nem tisztázott, nem beszélt ki magából. Teljesen szubjektíván, hadd soroljak fel ezek közül néhányat én is. Ugye, amikor az ember egy tanácskozást összehív, akkor mindig az első kérdés, hogy ami a tanácskozás tárgya, ugye jelenleg a kiberbűnözés, az tényleg nemzetközi probléma-e, akarom-e üldözni, vagy sem. Ugye, erre látszólag van egy triviális válasz, hogy persze, hát. Ez egy olyan társadalmi veszélyes cselekmény, amit mindenképp, ha kell büntető jogilag is, szankcionálni kell. Azonban a válasz nem teljesen ilyen egyszerű. Elhangzottak olyan felvetések is korábban, hogy bizonyos diktatúrákkal szemben a kiberbűnözés nem csak megengedett, hanem kívánatos is, mert ezekben az országokban nincs szólásszabadság, ezekben az országokban nem jutnak máshogy információhoz az illető polgárok, szervezetek csak más országok kiberbűnözése által. Tehát a tulajdonképp a demokrácia egyik megnyilvánulása lehet, hogyha illegális tartalmakat töltünk fel a honlapjaikra. Ez valóban egy kérdés, amit ki kell beszélni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát hatékony együttműködés legyen a kiberbűnözésben együttműködő országok között, az ilyen kérdésekre mindenképp közös választ kell találni. Ennél is lényegesebb azonban szerintem a második kérdés, nevezetesen, hogy a kiberbűnözést, ha elismerjük, hogy üldözni kell, akkor milyen módszerekkel, milyen eszközökkel akarjuk ezt megcselekedni. Akarunk-e bizonyos minimumokat, eljárási új garanciákat adni? Akarunk-e mondjuk bírói engedélyhez kötni a különböző eljárásokat? Amik látszólag eljárásjogi, professzori akadékoskodások, ám de nem az. Nem az, két okból sem az. Egyrészt, hogyha bizonyos eljárásjogi minimumokba nem állapodunk meg, akkor előáll az a helyzet, hogy az egyik országba beszerzett bizonyíték a másik országban nem használható fel, akkor pedig minek is? Akkor pedig miért is működünk együtt? Tehát ameddig nincs közös büntető eljárás, még az Európai Unión belül se, azon kívül meg főleg nincs, addig ezek a kérdések alapvetőek ahhoz, hogy büntetőjogilag üldözhetőek legyenek az ilyen cselekmények, és hatékonyan üldözhetőek legyenek. Ugye a másik, legalább ilyen jelentős kérdés, amikor arról beszélünk, hogy állapítunk-e meg garanciákat vagy sem, hogy az országok kultúrája igen különböző. Tudatosan mondom, hogy különböző, és egyik sem magasabb rendű a másiknál. Amiből meg ugye az következik, hogy nem azonos elveket követnek sem az állami életben, sem a politikában. Na most ezért nagyon fontos szerintem
annak a körnek a meghatározása, hogy kik legyenek az együttműködők. Mert hogyha ezt az országkört nem állapítjuk meg, akkor könnyen zsákutcába jut minden kezdeményezés. Ugye nem akarjuk, hogy ez a téma hasonlítson mondjuk a 80-as, 90-es évek terrorizmus elleni küzdelmére, ennek a büntetőjogi megítélésére. Ugye mindenkinek az volt a vélemény, hogy a terrorizmust üldözni kell. Majd ezután kialakult egy vita, hogy most hogy is lehet a terrorizmust és a nemzeti felszabadító mozgalmakat, meg a jogosügyért küzdőket szétválasztani egymástól. Azután ugye születtek az országok nagyon széles körét átfogó nemzetközi egyezmények, de épp azért, mert alapkérdések nem tisztázódtak, vagy nem azonos kultúrájú országok működtek együtt. De végül is ezek az egyezmények, mondjuk a terrorizmus egyezmények, én szerintem összességében annyiban nem hatékonyak, hogy néhány ország hiába írta alá máshogy értelmezni. Tehát magyarul, hogyha ki akarjuk a máshogy értelmezést küszöbölni, ami meg a hatékony együttműködési alapfeltétel, akkor nagyon meg kell gondolni azt, hogy az együttműködőkört milyen országcsoportra határozzuk meg. Ugye a harmadik kérdés, ami többször elhangzott az előző konferenciákon, de én úgy érzem, megint mondom szubjektívan, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben kibeszéltetett, ez pedig a kiberküzdelem, a kiberbűnözés elleni harcban a magánszektornak a bevonása. Idáig ezt legalábbis az én tudatom, hogy így jutott el, meglehetősen egysíkon kommunikáltuk, nevezetesen azt mondtuk, hogy persze a magánszektorra szükség van, a magánszektort be kell vonni. A magánszektort egyrészt azért be kell vonni, mert az állam ilyen fejlesztésekre anyagilag sem képes. Másrészt pedig miért is fejlesztenek ki az állam olyan technológiákat, amelyeket a magánszektor a saját titkainak a védelmére már kifejlesztett. Ez így van. Azonban lehet egy másik megközelítés is. Ugye a kiberbűnözés elleni küzdelem az akkor hatékony, hogyha az egyes államok által alkalmazott eszközökről és módszerekről kevesen tudnak, kevesen ismerik. Amennyiben a magánszektor felé az ember nyit, akkor óhatatlanul megvan a módszerek, eszközök szélesebb megismerésének a lehetősége, innentől megvan a illetéktelen személytudomásra jutásának az esélye is. Nem feltétlen, de nyilván jóval nagyobb mértékben, mindamilyen mértékben úgy lenne, hogyha az állam önmaga oldaná meg kizárólag. Tehát ez szintén egy kérdés, ugye a hadipari egyéb fejlesztéseknél ezt minden ország fölteszi magának adott esetben, és hogyha ezt háborúnak tekintjük, akkor talán a hasonlatom nem is áll olyan messze a valóságtól, hogy mennyibe indokolt ezekben, milyen mértékben bevonni a magánszektort, és milyen mértékben nem, úgy, hogy a biztonság, a hatékonyság ne sérüljön. A következő kérdés, amit talán érdemes megbeszélni, a költségek kérdése. Ugye erre adható az a triviális válasz, hogy hát ez nem kérdés, hát minden ország építse ki a saját rendszerét, és gondoskodjon a saját titkainak a megőrzéséről. Azonban biztos, hogy ez egy jó válasz. Ugye figyelemmel arra, hogy az együttműködő országok, a szorosan együttműködő országok között, és most beszéljünk az Európai Unióról, ugye bármelyik területen attól szoros az együttműködés, hogy az adatok egymás között naponta ezrével, tízezrével, millió számra vándorolnak. Na most abban az esetben, miután ugye tudjuk, hogy vannak jobbódó, meg kevésbé jobbódó országok, szóval hogyha minden országra rábízzuk a kibervédelmet, akkor egyik ország sem érezheti magát biztonságban. Egyik ország sem, mert hiába építi ki az, aki anyagilag megtehetné egy magasabb szintű védelmet, miután az ő adatai átjutnak más országhoz is, más ország rendszerébe is. Ha az nem tudja ezt a magas szintű védelmet kiépíteni, akkor lényegében az egy országra specializált védelem lényegében semmit nem ér. Tehát akkor óvatatlanul felvetődik az a kérdés, hogy érdemes-e közös védelmet, közös pénzügyi alapot, esetleg egy darab közös védelmi rendszert létrehozni, avagy mégsem. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések,
amiket jobban meg lehet beszélni, mélyebben, mint az eddigi két konferencián történt. Az én benyomásom az, hogy most a két konferenciától függetlenül is nagyon sok cikk, tanulmány, tanácskozás jelent meg a kiberbűnözéssel kapcsolatban, azonban az a két nagyon eltérő absztrakciós síkon futnak, vagy megmaradnak az általánosság szintjén, aminek az a lényege, hogy igen, ez nem jó dolog, küzdeni kellene le, vagy a konkrétság szintjén jelenítődtek meg, tehát konkrét informatikai módszereket és rendszereket és megoldásokat vitattak meg a résztvevők, de pont ez a középső absztrakciós szint, amelyik néhány alapvető elvi, ha úgy tetszik, majdnem azt mondom, hogy politikai, jogpolitikai, szakmapolitikai kérdést eldöntene, azok nem feltétlenül kapták meg én szerintem a megfelelő súlyt vagy kibeszélési lehetőséget, és bízom benne, hogy ezt a hiátust ez a konferencia tudja pótolni, és ebbe kérem az önök segítségét. Köszönöm szépen!